Életbe léptek a vadászati törvény módosításai. A január 11-től hatályos változások egyebek mellett a vad tulajdonjogának egyértelmű eldöntését is segítik. A módosítás rendelkezik a nem vadászterületnek minősülő helyeken, ideértve a belterületeket is elejtett, befogott vagy elhullott vadról, annak trófeájáról és hullatott agancsáról is. Ezek mind annak a vadászatra jogosultnak a tulajdonába kerülnek, amelyiknek a vadász a vad odament. Kétség esetén a fellelés helye szerinti legközelebbi vadászterület vadászatra jogosultját kell tulajdonosnak tekinteni. A vadgazdálkodók az elmúlt esztendőkben számos alkalommal észlelnek olyan helyzetet, hogy vadászható vadfaj egyede, egyedei jelennek meg, nem vadászterületnek minősülő területen, például belterületen vagy akár repülőterületen. A vadászati törvény mostani módosítása egyértelmű helyzetet teremt annak vonatkozásában, hogy ki ez a vad. Azért a vad, aki az érintett területen vadgazdálkodik, akinek területéről a vad oda váltott. Ha nem egyértelmű, hogy kinek a vadászterületéről váltott oda a vad, akkor a fellelés helye szerint legközelebbi vadászterület vadgazdálkodója tekintendő a vad tulajdonosának.